Az izraeli művész és a kurátorok megtagadták az izraeli pavilon megnyitását az idei Velencei Biennálé mindaddig, amíg nem születik megállapodás a tűzszünetről és a Hamas által október 7-én elrabolt túszok szabadon bocsájtásáról. A művészet várhat, de a nők, a gyermekek és a poklot megélő emberek nem, áll a közleményükben. Az olasz kulturális miniszter határozottan kiáll Izrael részvétele mellett. Ugyanakkor a művészeti fesztivál eddig soha nem látott biztonsági intézkedésekkel nyílik meg.